Jó napot kívánok, kedves nehézői! Mári nénit fogom megkérdezni karácsonyi szokásokról, őfelé hogy működik. Hát, Mári néni, mondja csak, hogy zajlik egy ilyen karácsony maguk fele? Mik a szokások? Mit szoktak enni ilyenkó maguknál? Mit csinálnak? Ha jó estét! Kívánok én is. A szokások nem szoktam döglünk egész nap ilyenkor, amikor karácsony van. Hát akkor arról szól. Arról, hogy lustálkodunk egy kicsit az egész évi munka után. Az nem új évkor van, Mári néni. Most a karácsonyról beszélünk. Tevékenykedni, sütemény sütni, ilyen dolgokat szoktak csinálni. Nem szoktunk még tevétet enni. Sihatatban van, gyerek. Meg aztán új évkor, akkor magukat kell lenni, tudod, mint a tyúknak csipegetni. Legyen sok pénz. Értem, Mári némi. Én most konkrétan arról kérdezem, hogy mit szoktak enni karácsonykor, tehát, hogy ilyen levesek, ilyen ételkülönlegességet nem szoktak csinálni. Tudja, mint például van ez a rántott bableves, meg ez ilyen dolgok, tudja? Az az édes fiam, a mákos bableves, olyat csináltunk már, bizony, úgy, ahogy a... Hát, de milyen volt az a mákos bableves, Mári néni? Jaj, gyerekem, akkor lánykoromban még kezdtem főzni, azt... Hát édesanyám megajándékozott a szakácskönyvbe, azt nem én, hogy kettőt laposztam benne. Ám meg hogy történt? Hát összeragadtak a lapok. Hát talán a lapot főztem meg. Nem a lapot, de az lett az enyém, amit érte kapok. Mit kapott érte? Hát, tudod, mivel leves főztem, ebből nyakleves lett. Még szegény édesapám mondta, adta. Jaj, Mári néni. Ha már így beszélünk ezekről a levesekről, akkor ugyebár egy második fogás is jó esik utána. Mondjuk szoktak ilyen piskótát csinálni? Ilyen ilyesmi sütemény, ilyen piskótát. De miért beszélsz te, gyerekem? A második fogás az sosem nem a sütemény. A harmadik fogás. Am meg már a nyafogás, mert túl jól lakott szegény ember, azt nem bír belőle már, abból már nem bír enni. No de Mári néni, hát valami édességet azni mégiscsak szoktak csinálni ilyenkor. Hát kérem, hát ilyen beigli, vagy ilyeneket, tudja ez a krémes sütemény. Ne sorolt, gyerekem, tudom, a bájgeli, az meg szokott lenni. Igen, csak hát azóta nincs nálunk bájgeli, míg utána egyszer az én jó uram hazaért a kocsmából, azt a hűteni kitett bájgelibe, az egy gojzervarrott bakancsával beletette a talp lenyomatát. Eztán mi történt? Hát nem volt az első olyan eset, olyan karácsony, mikor kanállal ettük a bájglit. Hát Mári néni, már ez is egy ételkülönlegesség, ez a kanálas bájgli. Majd, ha kérhetem, műsor után adja ide a receptet. Hogy kell belelépni gozservarot, bakancsal, pontosan, hogy kanállal lehessen enni. Gyerekem, megadom én ezt most, nem kell a műsor végét várni. Végy egy békebeli gojzervarrott bakancsot, előtte aljasz ki benne a disznókalu.
és utána már mindegy önmagától. Aztán szaladhatsz előlem, mikor a vasvillával kergetlek miatta. Jaj, Mári néni! Inkább süssön, aki túl. Na de, mégiscsak a süteményekkel ugye. Hát mit szokott maga sütni otthon ilyen? Tehát konkrétabban, hogy milyen süteményeket szokott készíteni karácsonykor? Ezeket a piskóta tésztásakat, hogy konkrétabban az nagyon finom, meg puha, meg ilyen, hát tojásosat, vagy nem tojásosat, milyen? Nem, diósat, diósat, gyerekem, diósat szoktam sütni, köpköd is a család utána rendesen. Miért? Jaj, hát mert a doktor úr azt mondta, hogy héjastú egyem a diót. A gyümölcsöt héjastul legyem, hát én héjastul szoktam beletenni a sütibe. Jaj, Mári néni, hát látod, hogy van valami a héjába. De ennyi héjába valóság. Hát, nem tudom, biztos, hogy ropogósabb lesz tőle a begli. Ropogott bizony a műfaksorom is. Úgy ropogott a szemem, majd kiesett, mire megettük. De hősiesen kihajítottuk azt a disznók is, gondolkozva ették meg. És Mári néni, valami különlegességet még sütött? Ilyen süteményeket? Hát, ez nagyon különleges volt. Hát, nagyon különleges volt. Először a kutyákat kínáltam meg vele. Aztán azt mondták, hogy nekik valami más kell. Hát, majd a pocák azok meg is ették. Értem, Mári néni. És ezen kívül még sütött valami érdekesen. Igen, gyerekem, igen. A kezemet, azt megsütöttem csúnyán. Jaj, bent töltöttem vele az ügyeleten az időt. Úgyhogy ellett az én karácsonyi ebédem. Köszönöm szépen. Én részemről befejeztem. Kellemes ünnepeket mindenkinek. De Mári néni, még hogy kérdezzek már valamit, hogy akkor mit hozott a Mikulás az urának, meg magának? Mit hozott magának? A Mikulás magának? Ha nem tudom. Már mire odaért, akkor már a szakállábú is a pálinka csurgott. Gondolom az én urammal már a pincét megjárták, mire begyütt. Most a puttonyábú meg mindent elhagyott. Úgyhogy nekem csak aljutott, hogy kutakodott ő a puttonyába, de nem maradt benne semmi. Úgy, illen Mikulást én senkinek nem kívánok. Csak a kellemes ünnepeket. És a falá mi került, Mári néni? Jaj, az én jó uram került oda. A fölbotorkát, a kocsmába haza botorkát, aztán begyütt az ajtón. Jó meleg volt a szobában, azt egy büfejbe vágta. Mi vágta fejbe? Jaj, hát nem a nyújtófa, mert nem volt épp a kezembe. Minden esetre gondolom, hogy a sok bor, pálinka, meg ami gyűjt, mert hát ő csak az albetűsöket szereti.